Már keresik a Neumann János Egyetem új kancellárját. A Magyar Közlöny legutóbbi számában olvasható az a határozat, amely szerint Orbán Viktor miniszterelnök az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére Fintazita kancellári megbízását lemondására tekintettel 2020. február 10-i hatállyal visszavonja. A közigállás.hu oldalon tegnap hirdette meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kancellári munkakör betöltésére szóló pályázatot. A kiírás szerint határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyról van szó, de a vezetői megbízás időtartama május 1-től legfeljebb 5 évig szól. A pályázatokat február 14-ig lehet beadni.